Sziasztok! Jó reggel, reggel van. Ez egy mai vlog, és több dologról fog szólni. Ma el fog menni Tibor barátomnak biciklit nézni, oda megyek most. Kolosi tér irányába tartok. Aztán lehet elmegyünk onnan Dunaharasztira, vagy ba, kinek mi tetszik. Majd délután azt mondja, elmegyünk megnézni egy SPD cipőt. Itt van nálam az SPD pedál is, hogy ki tudja próbálni. Ha van stopli, ha nincs, akkor így járt. Akkor nem próbálja ki, akkor egyszerűen csak megnézi. És már lehet, hogy meg is veszi. Nagyjából ennyi. Nekem még mindig nincsen megoldás. Egyelőre még így vagyok, ahogy. Nem áll rajtam a kis futárzsákom. Küldtem egy csomó e-mailt. Remélem egy-két embernek megtetszik a dolog. Aztán majd bent találkozunk a városban. Még van egy dolog, amit elfelejtettem. Hogy megoldódni látszik, hiszen én buta el is feledkeztem róla. A tyúb lesz szalad ebbe a külsőbe. Úgy fog megoldódni, hogy veszek gorillatépet, azaz dágtépet a praktikerbe. Mindössze 1000-valahány száz forintért, talán 1300-ért. Tök jó! Na, nézzük, mit tud kézben tartva a kamera booston. Szerintem csúcs. Majd ti mondjátok meg, ez most nem. Májakas pánzal van. TK 25 FPS boost, wide. Kézben tartva. Szerintem jó. Na, meg is jöttem, vett a zsírem, han! Sziasztok! Itt vagyok a Kolosi téren, most már csak a Tibort kell megvárni. És ott van, megjött Tibor! Megnéztük Tiborral az első bringát, túl kicsi, tehát nem jó, úgyhogy majd megyünk a másodikért. Nem tudtam megmutatni, mert a tulaj nem ment bele, hogy megmutassam, majd a következőt megengedik. Hát, ha az jó lesz. Az is egy 27 feles lesz, ez Scott Genius 730. Reméljük beválik. Mik a reményeid, Tibor, meséljön? Hogy jó lesz. Jó van. Hát gyerekek, ez is elérkezett, DG autóban ül. Milyen? Autóban ül. Gosztustan. Ott a bicikli, elrejtettük hátra. Ott a Tibor, elrejtettem oda. Úgyhogy ennyi, megyünk. Erre Tibor mindig is kíváncsi voltam, és most megoszthatnád a nézőkkel ezt a gond. Hogy bírjátok ezt a gusztustalan, töcsmörgő csigatempót egész idő alatt? Én 40 percet kibír, 40 perc alatt páros túlfelén vagyok bringával. Szörnyű. Kedves. Mesélj valamit erről. Nincs kedve. Nincs kedve. Hát én már most meguntam ezt a dugót, tehát azt kell, hogy mondjam, megyek gyalog és megvárnak a hídnál, mert szerintem hamarabb oda érek. De tényleg, tehát... És ezt magyarázd el, és ezt mindenkinek próbálom megérteni. Jó, mi most céllal megyünk. De a legtöbb autós, nem hiszem, hogy annyira fontos autóval bejönni a városba, nem? Fontos szerinted? Igen. Nagyon. Igen, nagyon. Hát ez szörnyű.
Tehát teljes őszintességgel, minden lelkismeret furdás nélkül azt tudod mondani, hogy szabad autó. Igen. Tibor aggódik, hogy szőkehajú rózsaszín bicikli lesz. Nem szeret egyébként képernyő középen lenni, de Tibor jó. A szélén sem. A szélén sem, várjál, Furi. Na, ne viccelődjünk, jó? Ez teljesen komoly dolog. Megérkeztünk, nagyon jól vezet a Tibi. Most visszük el a kukát a hátunk mögött. Figyeljétek! Figyelj, majd majd ott az ülésbe, arra szállok ide, akkor oda lépek, ahol van. Szálljak ki, kész. Ennyi, vége. Erre iszunk. Bocsánat, Tibor, vigyázz magadra. A bringám 3-20. Hagyjuk eltolatni. Vigyázz a kukára, már megígértem, hogy megmarad. Szálljak ki! A szájam, aki mi tartózkodol itt, tolatgatsz, meg mi vagy te? Dicsőséges házban. Tök jól állok egyébként? Kérkezünk vala. Akkor csinok érdesen a fotó. És most fogjuk meglátni a szörnyet. El van itt bújtatva, mert állítólag harap. Aha. Több bringa is van. Üzérkedés folyik. Na, ott a kis csodaság. Hí, az anyja káposztás megyeri, ez szebb, mint a képen. Ez lesz a jó méret, apám fiatal. Ez jó lesz? Hát ez. Aha. Csodálatos ez a bicikli. Jó, ezt tudsz, hogy kidobjuk, de a többi jön. Meg ha megígéred, hogy kettes rendszerre alakíthatom. Ez hármas, ugye? Hármas, hármas igen. De hát, ha tetszik, akkor ezt használ. Jól emlékszem, azt mondtad 250 ezer? Na menjünk, vigyük már ki egy kicsit hóra. Nem kell aggódnod, a hátsó kerék kerül, annyiba tudom. Persze. Az igazi bringa vásárló a gumit ellenőrzi. Legyél Tesco-ba biciklit, ne alagudjál. De ez a bicikli túl jó neked, ne vedd meg. Azt a káposztás megyer itt, de gyönyörű. Azt még ugyanúgy. Gyerekek, ez a bicikli csoda szép. 80-81. Kicsit szerintem ebben sok. Nem sok. Szerintem csak be kell fújni. Várj egy kicsit, még miért kiviszed, mert... Nehogy úgy tedd le! Figyelj, szerintem így jól teszem? Ez a bicikli gyönyörű. De ez így mérete jó, nem? Ez tökéletes lesz. Már a sincsit lejjebb kell rövidíteni, ez hosszú lesz. Ez hosszú? És tehát azért akarod eladni, mert messze van János. Hát, nem igazán járok vele. Nem? Aha. Az elmúlt, összesen volt nyár elején egy hetes ilyen kis túrám, ahova én már csak kísérőnek megyek, mert ez ilyen általános iskolai gyerekeknek van. Tube lesz, vagy még belsős? Még belsős. De tyúb lesz gumi? Tehát... Tyúb lesz gumi, igen. Uh-huh. Meg a belső is, meg a felni is. Hülye kérdésem van, mennyi idős a gumi, csak mert egy idő után nem szabad bele folyadékot rakni. Ez már 3 éves. Aha. Hát a 2 körül van. Látom, látjátok, bukó nélkül bicikli, de gusztustalan. Gábor, majd ha kifizetted, utána törd össze. Nekem már szerintem puha, de... Igen, kicsit... Hátsó fénykupát cserélni kell. Tessé? Hátsó fénykupát cserélni kell. Igen, az nagyon fog nyikorog. Amúgy nagyon kis kellemes. De a fénykupát hátul cserélni kell, az elázott olajat kapott. Azért van ilyen hangja. És a színering, ez mennyire? Aztán le is állt. Leállt? Vagy valami történt. Nem állt le, megy az. Folyamatosan vesz a szép arcodat. Megköttetett az üzlet, ki lettem rakva. Csukcsak be, vidd el a szépségedet. Jó, akkor még ezt megnézhetitek, ott van, elduktuk. A kutlerájt is mutatjuk, igen. Volt benne a guminő, de kiszedtük. Ennyi, viszlát. Most sírhatsz a kamerába, hogy sajnálod. Nyugodtan.
föltesszünk magunkat. Ott a Tibor, erre. Mit kell mondani? Hát azt mondasz, amit akarsz. Vigyorog nagyon, de még nem tudja, hogy imádni fogja azt a bicikit. Le se fog róla szállni, avval fog menni pisilni, kakilni. Berakjuk az ágyba. Berakod az ágyba? Jó van. Csak rohadt drágán vettük, 8 millió forint volt. De kaptunk vissza. Kaptunk vissza, igen, egy kicsi aprót, 25 forint nálammal. Kell bele fékbetét, meg helyre kell hozni a hátsó tárcsát, sajnos már van bele egy ütés, egy 8-as, de azt rendbe lehet hozni, ice-tech-es betétet fog kapni. Jó kis foxtelló, elől-hátul 150-et mozog. Gyerekek, csak ilyen bringát vegyetek, meg gravelt, oké? Okay? Semmi más nem kell. Gravel meg egy jó fúli, azt viszlát. Más nem kell. Ja, meg egy 29-es esőre. Üssek ő. Igen, lesz majd bukója. Most pont azon számolgattunk, hogy a hajbeültetés ennyibe került volna, mint a bicikli. De azt nem kérte, abban nem lehet hegyre menni. Nincs benne poén. Most átmegyek Cseperre. A vasúti híd melletti felüljárón, ahol neki mentem a izének is. Annak a vasnak. Nincs kedvem át pesti oldalon mászkálni. Amúgy sincs értelme, amikor ott minőségi butakon tudok haladni. Maradok a minőségi butnál. Sziget utca, azt hiszem, az pont ez. Ez az. Már rég voltam itt. Annak a vasnak mentem neki, amikor jöttünk haza Tatáról. Mindezt azért, mert ezt a lyukat kerültem ki, amint most lejöttem. És én jobbra fog menni. Ez az út kell, Csepelen már majdnem, hogy végig. Elvileg. Jó hírem van, jövő héten lesz munkám. Fogászaton fogok futni, úgyhogy lesz. Voltam Nagykerben, vettem egy másik kesztyűt, hogy legyen egy cserém, mert az már nagyon koszos. Ez meg egy kicsit másabb, ilyen kis zselés. Kényelmesebb. Ah, majd a kitágó biztos nem lesz ennyire jó, most még szoros. És most megyek praktikerbe, duct tape-ér, aztán pennybe, megpróbálok hazaérni, majd visszaérni a páromhoz. Ne kell annyit cipelni. Az jön a láma nagy táska amúgy is, hogy ebben vigyem haza a tegeket. Hú, mert az már csak 3-20 penniben elvileg. Maga van akció. Na, megérkeztem, a minden ütem tervszerűen megy. Akkor nem sokára el is indulok a kis ragasztómmal a penny felé. Hát ez hogy senki na, sikerült megszerezni. Itt van egy ragadt gorilla cucc. Itt van nálam. Most megyek is kifizetem. Már ki is jöttem a megszerzett cuccal. Remélem jó lesz. Most jártam a peliben, megvettem a 10 liter tejet, itt van benne a táskában, jó nehéz. Már csak haza kell vinni, aztán jövök vissza pannel és irány-sirány, megyünk, megnézzük a cipőt. Ott jön a kis busz, kanyarodok el. Na! Leraktam a tejeket és már panna elé megyek. Húzunk az észak összekötő híd lábához. Ott van a cipős nőcike. Úgyhogy hosszú útunk lesz. Elvileg 45-re ígértük magunkat, mármint 15-45-re. Hát remélem, hogy sikerül. Na! Pá! Sziasztok! Ma már másodjára az Árpád hídon! Mindjárt a célnál! Rudi! Járkálsz benne egy picit? Megnézzük? Tudom, hogy ez nem arra van, csak hogy a mozgást akkor lát. De jó benne járni, nem? Hát én nekem amiatt nem, hogy még mit benne betét, mert tudod, nekem csárgalában. Igen. Hát csak hosszú volt az a nap. Vége van, jártunk Bergában is vásárolni. Hát, nem nagyon szeretnénk oda menni többször. Szörnyű. De tényleg szörnyű.
nem javaslom senkire. Hát ez van. Most meg megyek haza az illatos útról. Itt elköszönök, köszi, hogy néztetek. Ha feliratkoztok, azt is. Ha tetszik, azt is. Szóljatok utas társaitoknak, ne felejtsék el ők is nézni. És ennyi.